Sziasztok basszusok, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy rákattintottatok erre a szólampróbára. Tudom, hogy nagyon-nagyon sokan szuperül olvasnak Kottát, de mégis talán így a legegyszerűbb és a legtutibb megtanulni ezt a következő negyed órában ezt a rövid dallamot, és akkor rögtön tudjátok, hogy hogyan is szeretnénk, hogy felénekeljétek. Én magam részéről nagyon-nagyon lelkes vagyok a projekt kapcsán. Szerintem hihetetlen dolog, hogy elmondhatjuk, hogy mint láthatjátok már a jobb oldalán a képernyőnek, Emma Körbi ott vár, hogy velünk együtt énekeljen, és hát nem akárhogyan énekli, ennyit elárulhatok nektek. No, szerintem először megmutatnám az egészet. Aki jól tud Kottát, az már rögtön énekelhet is velem, de folyamatosan látjátok, hogy ide tettem az eredeti dallamot, ugyanis az eredeti népdal az a szólistáé lesz, és mi pedig alá, hogyan éneklünk, mümmögünk, meg aztán persze szöveget is mondunk. Egyszer megmutatom egyben, vagy meghallgatod, vagy esetleg énekled, rögtön blattolod, de néha odafigyelsz rám is a nehezebb helyeknél, jó? A basszusé a legnehezebb szólam, az összes közül ezt el kell, hogy mondjam. Remélem megbocsátjátok nekem, viszont ettől lesz menő az egész feldolgozás. Na, mutatom. Csillagok, csillagok, ragyogjatok! Mutassatok utat a szegény legény. Ilyen egyszerű az egész. Talán észrevettétek, hogy két nehézség van. Az egyik a nagyon hosszú frázisok, és egy csomószor átkötéseket fogok majd kérni. A másik nehézség pedig az az eléggé nagy hangterjedelem. Tudom, hogy nagyon csúnya dolgokat gondoltok rólam, megérdemlem ezért a kezdésért. Cserébe annyit azért hadd segítsek, hogy a tenor is elkezdít velünk. Tehát lehet ilyen... Lehet egészen levegős ez a hang. Jó, mert itt az egész kórus elkezdi erről a hangról, és ebből a hangból bomlik ki azután a kíséret. Nagyon kell nekem, hogy ilyen folytonossága legyen, de lehet egészen puhán énekelni, de azért próbáljátok meg páran beleénekelni, jó? Megbocsátok, ha valaki egy picit később csatlakozik, de azért szerintem meg tudjuk csinálni fejhangon egészen puhán. Na nézzük meg, először, ja, a másik nehézség, azt mondtam, ugye, a légzés. Sok annyit fogok megmondani, hogy hol nem szabad levegőt venni, ezt előre mondom. No, nézzük meg az első hangokat, hogy... Aki esetleg szolmizálva gondolkodik... Próbáld ki, hogy... Na, még egyszer, hogy... Mutatom tovább. Sokáig, 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 szép magasra, csak innen próbált hangonként velem. Mm.
cseles, hogy ez itt rövidebb ez a hang, mint a többi, vigyázzatok rá. Jó, megyünk előről, mármint a mi szólamunktól. És siker? Nagyon-nagyon kell vigyázni így az intonációra. Tudom, hogy nem egy kényelmes helyzet, viszont cserébe szép lesz. És talán érzitek, hogy ez az a nagyon-nagyon cikis hely, ahol nem szeretném, hogy átkössétek, mert hogy a szólista levegőt vesz. Jó? Hozzátesszük ezt a már sokkal szexi, basszusabb részt a... Próbáld ki velem... Ugye jobban tetszik ez már, na még egyszer. Ho. Előről megyünk, úgyhogy játszom közben a szólistát. És aztán tovább. Viszonylag hosszan kell mindig ezeket a hangokat tartani, ezt előre mondom. Ezeket a záróhangokat egészen a szünetig tartsátok ki, jó? Hogyha bírjátok, és még nem nagyon fáradt hangotok, csináljuk meg még egyszer, mert ez a legnehezebb része, messze-messze az egész darabnak, utána már csak ilyen kis örömújjongás lesz, jó? És itt a hang... Nem fogunk visszatérni erre, de mielőtt elfelejtem, ez a két hang, ez ugyanaz, jó? Tehát a... És itt a hangod... Ott kell majd elkezdeni, jó? A következőkben a darabnak a csúcspontja jön, ez a szakasz. Csillagok, csillagok, ragyogjatok! Ez a basszusé, gyere velem, hogy? Csillagok, csillagok, ragyogjatok! Illetve a baritonnak csillagok, csillagok, ragyogjatok! Próbáld ki! Csillagok, csillagok, ragyogjatok! Majd meglátjátok, hogy ez az, aminek a legszélesebb, a legviláglóbbnak kell lennie. Menjünk még egyszer! Csillagok, csillagok, ragyogjatok! Szépen hosszan tartsátok. Utána a következő szakaszban megint a basszus mutatom. Mutassatok utat a szegény legénynek. Megint egy nagy ívű dallam föntről egészen le, csak egy kicsit kényelmesebb helyről
kezdjük, viszont ez is egészen puhán, mint az eleje is, egészen puhán induljon, jó? Ez itt egy ilyen kis kacsacsőr akar lenni, csak nem sikerült annyira az applikációmban jól berajzolni, így jó, tehát halkan indul. Figyeljetek arra, hogy itt van egy kis szünetünk természetesen, és utána kell a mutassatok utat a szegény legénynek. Tartsd meg, gyere velem, hogy mutassatok utat a szegény legénynek. Ez a vége. Ti ne fulladjatok ki, nyugodtan vegyetek levegőt ennek. Nagyon fontos, hogy kitartsuk végig ezt a részt, ami nekem most nem sikerült. A baritonnak picit ilyen párhuzamban van a basszussal. Mutassatok utat a szegény legénynek. Próbáljuk ki együtt, baritonnal vagyok, ha... Mutassatok utat a szegény legénynek. És basszussal vagyok most ugyanez a rész, hogy mutassatok utat a szegény legénynek. Összefoglalás következik. Játszom a dallamot, basszust éneklem, bocsánat, baritont éneklem először szerintem, és a basszust pedig játszom. Csillagok, csillagok, ragyogjatok! Mutassatok utat a szegény legény. Néha más szólamot énekeltem, de azért mind a kettő megszólalt, remélem, hogy sikerül nektek, és persze a végére a kis jutalmatok az, hogy Emma Körpivel is elénekelhetitek. Remélem, hogy így nagyobb inspiráció lesz, ezúttal a basszust éneklem veletek, tényleg.
Csillagok, csillagok, ragyogjatok! A szigetre vigyenek, utat mutassatok! Mutassatok utat a szegény legénynek. Ilyen egyszerű. Remélem, hogy mindenki úgy érzi, hogy jól megtanult, és készen álltok arra, hogy egy szuper videót készítsetek magatokról. Hogyha esetleg nem, nyugodtan teker vissza a szólampróbába, ennek a formátumnak ez például előnye. Remélem, hogy tetszett a kis videó, és remélem, hogy minél többeteket látom majd az összevágásán a videóknak. Nagyon-nagyon várjuk, hogy elkezdhessünk ezzel dolgozni. Köszi szépen mindenkinek a figyelmet, sziasztok!